Hát egy igen érdekes helyen vagyunk, 35-6 évvel ezelőtt bizony itt gyakorlatilag elképzelhetetlen volt az, hogy itt valaki is járjon a határőrökön kívül, ugyanis az osztrák határ innen körülbelül 50 méterre található. Itt vagyunk Soprontól pár kilométerre, és találtunk egy vélhetőleg hát, katonai bunkert. Hát már közel 35 éve magára van hagyatva itt az egész, úgyhogy nyilván a természet kezdi átvenni az uralmat. Ettől függetlenül még szépen ki lehet venni ugye az épületet, hogy hogy is nézhetett ki. Itt van fönt egy régi-régi ugye lámpa, itt van maga a bejárati ajtó, illetve itt lefelé is vezet egy kis, feltetőleg egy ilyen kis pince-szerűség, itt lehetett lemenni, illetve valószínű, hogy egyébként ezt betemették, és lefelé még folytatódna, szerintem ez folytatódna lefelé, jó pár méter mélységbe a föld alá, illetve itt hátul, ha benézünk, ott is van egy terem, és az is valószínű, hogy kiszélesedik és lefelé a föld alá vezet. Úgyhogy ez egy igen-igen érdekes ilyen kis katonai bunker. Véleményem szerint ez jó pár méterre van még itt a föld alatt lefelé vezet, és valószínű, hogy valami nagyobb terembe végződhet itt az egész. Mindjárt fölmenjünk a tetejére is. Gyakorlatilag van egy ilyen kör alakú betontömb, illetve itt a bejárati rész, az pedig egy ilyen négyzet, illetve egy téglalap alakú terület. És akkor innen a határ az körülbelül egy 50-60 méterre van.